Plusz pénzt kapnak a házi orvosok, a praxisok idén és jövőre is megkapják a támogatást. A forrásnövekményt rezsire és bérekre is fordíthatják, mert az ágazati béremeléssel növekedett a bérkülönbség a szakorvosi és az alapellátásban dolgozó orvosok között. A témában vendégünk dr. Kiss Csaba házi orvos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm a kedves nézőket! Úgy fogalmaz a jogszabály, hogy még eldönthetik tulajdonképpen a házi orvosok, hogy mire fordítják ezt a plusz támogatást, mi lehet a célterület? Hát nyilván ugye praxisonként nagy különbség lehet, ezért is szerencsés ez, hogy minden házi orvosi szolgáltató saját maga döntheti el saját hatáskörében, hogy mire fordítja, mert valahol inkább arra van szükség, hogy a praxist fejlessze, illetve hogy a praxisnak a fenntarthatósága javuljon ezzel. Máshol pedig arra van szükség, ahol mondjuk éveken, évtizedek óta esetleg nem volt már béremelés, hogy ezt erre tudják fordítani. Ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ilyen támogatás jut most az alapellátásra, mert hát ahogy látjuk, egyre nehezebb új kollégákat toborozni a házi orvosi rendszerbe. Nagyon-nagyon sok az üres praxis, és hosszú távon így nem lesz fenntartható a dolog. Önöknél hol hasznosulna jól ez a plusz forrás? Ugye egy vidéki, kistelepülési háziorvosi praxisról van szó, kótai praxisról. Igen, hát elsősorban mi a praxis fenntartására fogjuk ezt fordítani, tehát a rezsi, a gyógyszerellátás, eszközfejlesztés, tehát elsősorban erre lenne szükség most. Úgy összességében véve a háziorvosok, családorvosok mire költenének szívesen? Mert ugye van egy állásfoglalás ezzel kapcsolatosan, illetve az is, amit az imént elmondott, de mi az, amire most szükség lenne leginkább, mit látnak? Igazándiból azt mondom, hogy fejleszteni kell az eszközparkot is a nagyon sok háziorvosi rendelőben. Erre korábban voltak pályázatok, de ez ugye nem érintett minden praxis, tehát azért még sok olyan hely van, ahol eszközfejlesztésre is szükség van, illetve hát nagyon fontos az, hogy a háziorvosi bérek is versenyképesek legyenek a szakorvosi bérekkel, mert így lehet igazándiból vonzóvá tenni ezt a pályát. Hogyha azt megnézzük, hogy az elmúlt időszakban azért tudjuk azt, hogy voltak források arra, hogy felújítsák a háziorvosi rendelőket, rendbe tegyék azokat, amelyek már arra rászorultak, és eszközbeszerzésre is volt lehetőség, pályázati pénzből is akár, de most is lesz egy olyan uniós forrás csomag, ami egyébként az egészségügyi fejlesztéseket célozza meg, és ebben benne van az alapellátás is, akkor milyen jellegű, milyen profilú eszközökre, gépekre, műszerekre lenne szükség egy korszerű alapellátásban? Én úgy gondolom, hogy azért eszközpark tekintetében alapszinten nincsen probléma a házi orvosi rendelőkben, úgy általánosságban véve. Tehát az, ami ahhoz kell, hogy manapság alapszinten egy házi orvosi rendelő üzemelhessen, az igazándiból majdnem mindenhol megtalálható, meg is kell, hogy legyen, ugye, mert akkor kaphat engedélyt a praxis. Viszont háziorvos saját hatáskörben sok plusz dolgot is elvégezhetne. Teszem azt például 24 órás vérnyomásmérőt, 24 órás EKG-t lehet felhelyezni háziorvosi rendelőben is. Csak ezek az eszközök egyrészt drágák, másrészt pedig ugye plusz időt és energiát igényelnek a kollégáktól, illetve hát ugye az asszisztenciától is. Úgyhogy lenne hová fejleszteni igazándiból az alapellátást is, csak motiválni kellene igazándiból az embereket arra, hogy ezeket a plusz vizsgálatokat csinálják meg a háziorvosi rendelőben, legyen erre esetlegesen külön finanszírozás, és akkor a szakellátó helyekről lehetne terhet levenni ezáltal. Jó, hát erre van is példa, hogy a háziorvosnál működik mondjuk egy kis mini labor, így a járóbeteg szakellátáson tudnak néhány helyen könnyíteni. Ez meg kell lenni annak az anyagi fedezetnek, vagy annak az anyagi háttérnek, amiből kiépíthető lenne ez a rendszer. Ez egy másik terület, amiközben az eszembe jutott, és erre komoly állami forrásokat vagy uniós forrásokat is felszeretnének használni, az pedig az e-recept. Tehát, hogy hálózatban gondolkodnának, és akkor összekötnék a házi orvosi rendelőket a patikákkal, de akár a kórházakkal is, ugye ez már egy távlati cél. Működik ez az e-recept? Mert a sajtóban jött már ki erről információ. Hát ez ugye egyelőre ilyen pilot programként működik bizonyos helyeken.
tehát ez még kipróbálás, tesztelés alatt áll ez a dolog, ez nem mindenki számára elérhető. Ha jól tudom, akkor jelen állás szerint november 1-től kellene minden egészségügyi szolgáltatónak ehhez csatlakoznia, de hát ez majd kiderül, hogy ténylegesen addigra mindenki fel tud erre készülni. Én alapvetően egyébként ezt egy nagyon jó elgondolásnak tartom mind az egészségügyi szolgáltatók szemszögéből, mert ugye sokkal több adathoz sokkal könnyebben hozzá lehet férni. Másrészt pedig a beteg biztonság szempontjából is ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert hogyha minden információ eljut a kezelő orvoshoz, arról, hogy akár az ország másik végén milyen ellátásban részesült az illető, milyen gyógyszerek voltak felírva, akkor egyrészt nem történnek fölösleges ellátások, vagy kevésbé történnek fölösleges ellátások, meg nem történt, nem lesz például olyan gyógyszerfelírás, hogy két gyógyszer üti egymást, mert egyszerűen a kezelőorvos nem tud róla, hogy a beteg máshol milyen terápiában részesült. Tehát ez a betegbiztonság szempontjából is nagyon-nagyon jó. De ez milyen volumenű beruházás lenne, hiszen akkor mindenkit egy nagyon komoly informatikai hálózatra kellene kapcsolni, komoly hardveres és szoftveres fejlesztést kellene megtenni. Hát elméletileg ez úgy működne, hogy a jelenleg működő szoftvereket fejlesztenék úgy tovább, hogy azok képesek legyenek csatlakozni ugye ez a központi szerverhez, ahová az összes információ összefut. Tehát teszem azt, mondjuk nekem van egy háziorvosi programom, amin dolgozunk nap, mint nap, és ezt a programot fejlesztenék úgy tovább, hogy ez tudja fogadni, illetve tudja feltölteni az adatokat. Beszéljünk még egy olyan tervről, ami ugyanígy egy kísérleti jelleggel működő terv, az úgynevezett praxis közösségek terve, ami arról szólna, hogy csapatmunkában dolgoznának az alapellátásban. Erről mi a véleménye a házi orvosoknak, hogyan működhetne ez jól, akár kisebb településeken, vidéken is? Igen, hát ez elsősorban olyan helyen működhet jól, én úgy gondolom, ahol sok kisebb, apró település van, és nem lehet igazándiból minden egyes településre külön háziorvosi rendelőt telepíteni, illetve ahol mondjuk nagyon régóta sok betöltetlen háziorvosi praxis van, ott ez a praxis közösség jobban el tudná látni az adott területet. Ez lenne az egyik előnye. A másik előnye pedig az lenne, hogy nem csak ugye orvosok, ápolónők dolgoznának a praxisban, hanem például dietetikusok, tehát táplálkozási tanácsadók, gyógytornászok, akik pluszba tudnának hozzátenni a praxis közösséghez tartozó pácienseknek az egészségéhez, tehát segítenék a megelőző tevékenységet, segítenének egy bizonyos betegségek utáni rehabilitációs programokkal, stb. Tehát rengeteg előnye lehet ennek, de úgy gondolom, hogy ez nem mindenhol válik be, tehát ezt helyenként kellene eldönteni, hogy mi a célra vezetőbb. És hogy hol érdemes. Egyébként ezt összhangba lehetne hozni azzal, amiről ugye már egy jó ideje beszélnek, hogy folyamatosan előregedik a háziorvosi szakma, és még azért az országban körülbelül 300, vagy talán attól is több üres praxis van jelenleg. Igen, hát olyan körülbelül ilyen 350 betöltetlen praxis van az országban, és rengeteg olyan praxis van, ami már több éve betöltetlen folyamatosan, és ezek nagyon nagy problémát jelentenek. A praxis közösségek részben jelenthetnek megoldást, de 350 ember munkáját nem lehet pótolni, tehát ez lehetetlen. De mindenképpen kell az új orvosok. És azt is látni kell ugye, hogy nagyon előregedőben van ráadásul a háziorvosi szakma. Tehát a jelenleg dolgozó háziorvosoknak a 44%-a 60 év fölötti. Tehát lassan elérik a nyugdíjkorhatárt, vagy már túl is lépték azt. Ugyanakkor 40 év alatti háziorvosok százaléka az összvisz 9. Tehát nagyon kevés a fiatal háziorvos, úgyhogy ezen kellene változtatni. Miért van az, hogy egyre kevesebb a háziorvos, vagy kevesebben választják ezt a területet? Ugye egy időben azért jellemző volt az is erre a terület, hogy meglehetősen túlterhelt volt. Ez benne van? Tehát ez egy nehéz szakma? Olyan szempontból nehéz, hogy az ember ugye egyedül dolgozik, nagyon gyorsan kell, gyakorlatilag
mindenféle betegséggel kapcsolatosan, mindenféle esettel kapcsolatosan döntéseket hozni, tehát a nőgyógyászati sürgőségi esettől kezdve a belgyógyászaton át, mindenféle sürgőségi kórképekig a háziorvos mindennel találkozhat. Tehát ilyen szempontból ez egy nehéz szakma, és ugye kevés eszköz van a kezében. Nyilván a lehetőség ott van, hogy tovább tudja küldeni a beteget, de ugye ott a rendelőben, akkor gyakorlatilag csak a fülére és a két kezére tud támaszkodni, hogy mi is a teendő az egyes betegekkel, és nagyon gyorsan kell ugye dönteni általában. Nekünk például a tavalyi évben több mint 27 ezer ellátásunk volt a rendelőben, tehát az átlagban több mint napi 100 beteget jelent. Nyilván ezek között vannak olyanok, akik csak a szokásos receptek felírására jönnek, de azért a nagy része az ténylegesen valamiféle vizsgálatot is igényelt. És hát vannak köztük súlyos betegek is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.